Sziasztok, drága barátaim! Mikóczi Ferenc vagyok, és újra itt vagyunk, csütörtök, villámtanítás. Mai témám a mi a sikered mérőszáma. Ez úgy elindult bennem ez a gondolatmenet, hogy miben mérjük a sikert. Earl Nightingale azt mondja, hogy a siker az arra érdemes cél folyamatos megvalósítása. De lehet, hogy nagyon sokan tévútba vagyunk. Mennyiségbe, tömegbe, kintlévőségbe mérjük a számokat, vegyük csak egy vállalkozót. Vállalkozó miben méri? Visszajelzésekbe, hogy milyen értéket képvisel a piacon? Vagy profitba? Vagy egy humoristát miben mérnek? Mennyien nevettek az adott előadásra, mennyien tapsoltak? Vagy egy sportoló, futó, úszó? Hogy milyen helyezést ért el a versenyen? Minden mérhető. Minden az égvilágon mérhető. De menet közben ezek az emberek, akár a sportoló, akár a vállalkozó, akár ez a humorista, jól érezte magát szerintetek? Na, itt van ez a kulcsfontosságú momentum, hogy ismét, ahogy az összes blog videómban megpróbálok visszatérni az alapokhoz, hogy semmit nem ér az egész, ha menet közben nem érezted jól magad. Nem arról beszélek, hogy voltak olyan helyzetek, ami kicsit húzósabb volt, oda kellett pakolnod magad, de egy általánosan, ha egy végignézed az utadat, a múltadat, hogy mikor a sikereidet elérted, hol volt az, amikor úgy a flúba voltál, hogy benne voltál abba a jó energiába? Mert nem ez a lényeg. És ezek az óriási felismerések egyre tovább érlődnek bennek. Mondok egy példát. Most már fő fókuszom, úgy, mint régen, hogy állandóan valamit tegyek, most is megvan, viszont most már nem arra törekszek, hogy a mennyiség legyen ott, hanem inkább jobban arra fókuszálok, hogy a minőség. Sokkal fontosabb a minőség, és hogy menet közben jól érezzem magam. Ez az alap. És képzeljétek el, ezek a blogvideók is mind arról szólnak, ha visszaköveted a múlt évet is, hogy ahogyan én fejlődtem, és amiket így magamba szívtam új tudást, új információt, új nézőpontokat, akkor elkezdtem azt bevinni a gyakorlatba, és ami működött, és rá lehetett a vállalkozásunkra kapcsolni, akkor azon a területen úgy érzem, hogy picit előbbre haladtunk. Voltak persze zsákutcák, voltak olyan vágányok, vakvágányok, amik nem jöttek be, de valamilyen tapasztalatot azok is hoztak. És a maga a gondolatmenet ott van, hogy lehet KPI számokról beszélni, meg kiragasztani grafikonokat a falra, meg stb. De menet közben belül jól érezted magad? Úgy Isten igazából élvezted az utat? Vagy az a futó, vagy az a humorista? Ha esetleg olyan tevékenységbe dolgozol, ahol ez nem mérhető, akkor kérd meg a kollégáidat, hogy látnak téged? Jól érzed magad a bőrödben, mikor csinálod? Ezek mind jó visszajelzések. Most Hajdúszoboszlón szombaton fogok előadást tartani, és lesz egy kis szösszenete, ami rákapcsolódik majd erre a történetre, de erre már a jövő héten. Kérlek, kövess minket, és hogyha tetszett ez a videó, küld tovább, mert neked csak egy kattintásodba kerül, de valakinek ezek a mérőszámok egy új fogalmat vihetnek be az életébe, akár a vállalkozásába is. Namaste!